Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Készülni, vigyázz, rajt! Ebben az esztendőben először rendeztek a Magyar Rally Bajnokságban futamot. Az orfűi szezonnyitón a Rally 2, a Rally 3, a Historic mezőnye és a Regularity kupasorozat képviselői kezdték meg az idei szágódást. A Szopianet Orfű Rally az Intercars és K-gép kupáért az FX autóházban egy sajtótájékoztató előzte meg, amelyen jelen volt Oláh Árfás, az MNAS elnöke, Berényi Ákos rally szakágvezető, a rendezőket Keszthelyi Parti Kata képviselte, a versenyzők részéről pedig Zsebe Gábor osztotta meg a gondolatait. A Rally 2-es bajnokságban több mint 40 páros állt rajthoz. Az aszfaltos viadalt sokáig a közönség kedvenc Geiger Máté vezette, de a negyedik szakaszon műszaki hiba miatt kénytelen volt feladni a küzdelmet. Az első két gyorsasági hála az Istennek nagyon jól sikerült. Az egyik az az egyik kedvenc gyorsasági szakaszom, amin valaha mentem. Úgyhogy most Gábornak, Galambosnak nagyon szépen szeretném megköszönni, mert ezzel az új motorral olyan gyorsan tudtam itt menni, mint még soha az életemben. Ez hatalmas élmény volt nekem is, Lilának is. Nagyon élveztük a dolgot. Most a negyedik gyorsaságin kettő problémánk volt, a jobb első lengés csillapító alja, ami tartja a gátót, az kiszakadt a lengőkarból. És akkor utána már nem is forszíroztuk annyira, de sajnos a váltóból elmentek a fokozatok. Úgyhogy a 77 gyorsasági céljába sajnos nekünk véget ért a verseny. Geigerik búcsújának köszönhetően a vezetés Spindler Jenő ölébe hullott, de az üldözők ott loholtak a nyakán, ezért az utolsó körben is jó teljesítményt kellett nyújtania. Megmondom őszintén, nem számoltam ebben, hogy ennyire jól fogunk menni, valahogy így mondanám. Nem azt mondom, hogy maximumon megyek, de nyilván kihasználom a kocsinak az adottságait. Hát azért az elmúlt 20 évben azért versenyeztem eleget, hogy azért számítottam arra, hogy nyilván nem abszolút 10. helyen fogunk állni, de tényleg jó az autó, nagyon jól fordul, stb. Tavaly ugye első osztályba mentünk, nyilván ott hiába mentünk gyorsan, ott azért a fejlettebb, újabb kocsik ellen nem tudtunk labdába rúgni. A Rally 2-es élmezőnyben Spindlerék egyik üldözője ifjabb Fogarasi Attila volt, aki először a rendezés dicsérte a szervizparkban. Pontos és tökéletes, mint tavaly, a pályák nagyon jók, már feszegetjük azokat a határokat, ami úgy néha nem esik jól, így tempóügyileg, de úgy nagyon-nagyon szuper minden is flottul zajlik. Ilyen második helyig szeretnénk azért felzárkózni, mindent megteszünk. Az elején egy kicsit behibázgattunk, több okból kifolyólag, de most ezt az utolsó kettőt szeretnénk megnyomni. Zsebe Gábor számára nem okozott gondot a pályaismeret, hiszen megszokott környezetben ralizhatott, ezért a jó szereplésén sem kellett meglepődni. Hát én azt gondolom, hogy ez nekünk erre a hazai versenyre, ez az abszolút ötbe beférünk, ez egy tökéletes lesz. Nem gondoltam volna, megmondom őszintén, a verseny előtt. Nagyon izgultam. Tavaly augusztusban ültem utoljára rally másodosztályú versenyen. A vértes rallin azóta a szilveszter rally volt, de ugye ezt nem lehet összehasonlítani. Szóval volt egy kis gyomoridegem, de az első gyorsan kisimult, és onnantól ugyanúgy, mint bármikor máskor régen, elkezdtem élvezni az egész dolgot. A 21.07-es Ladával versenyző Kállai Tamás Matics Barbara kettősnek bőven akadt műszaki gondja, ami a futam kétharmadánál a helyezésükön is meglátszott.
Hát szétszökött a harditárcsánk, de már a hármas gyors körülbelül felénél. Úgyhogy a hármas gyors felétől hát úgy jöttünk, hogy ilyen vészvillogóval éppen, hogy le tudjunk gurulni. Majd az etapon is imádkoztunk, hogy egyáltalán odaérjünk a másik gyors rajtjáig, ahol vészvillogóval legurultunk, úgyhogy most csoda, itt vagyunk. Nagyon szeretem ezeket a pályákat. Az első gyors ez kicsit szögletes volt nekünk, kemény gumi, vagy közepes gumival mentünk ki, és reggel még nagyon hideg volt, úgyhogy ott nagyon sokat csúszkáltunk. A második gyors már nagyon jó volt, a harmadik meg már úgy éreztem, hogy még jobb lehetett volna, ha nincs ez a technikai problémánk, úgyhogy hát szomorú vagyok, mert nagyon jó helyre állnánk a kategóriában, ha ez nem történik meg. Hát ez van, reméljük, hogy tudjuk csinálni, és megyünk tovább. Rónavölgyi Endre és Eperjesi Péter a külföldi futamokkal kacérkodott, végül mégis a hazai bajnokság mellett döntöttek. Orfűn a verseny kétharmadánál magabiztosan vezették a két VD kupa értékelését. Tavaly úgy gondoltuk, hogy elmegyünk és mitropázni fogunk, de nekem egy munkahelyváltás közbejött, és olyan elfoglaltságom lett, ami nem teszi lehetővé, hogy ennyi időtávol legyek. Úgyhogy maradt a Rally 2, mint észszerű választás. Közben ugye az RSB-vel már szerveztük, hogy ez egy kölcsönös megegyezésen alapuló Rally 2-es mezőnyel, egy jól kialakított, konszenzuson alapuló sorozat legyen, úgyhogy igazán szívesen veszek részt benne versenyzőként is. Maradnánk legszívesebben itt, mert se időm nem lesz rá több, sem más lehetőségem, úgyhogy maradnánk az a Rally 2-ben ezen az éven. Orfűn a Historic bajnokságban is rég nem látott mezőny gyűlt össze, hiszen 20 autó vágott neki a gyorsasági szakaszoknak. Természetesen a sokszoros bajnok Wittmann Ferenc is ott volt a szezonnyitón. Nagyon hideg volt reggel, elég nehezen tudtuk a gumikat megmelegíteni, de hát mindenkinek hideg volt, hát végül is egyformák voltak a feltételek. Szép idő van, végre versenyzünk. Egy kicsit kevés volt a kigumizás, félő volt, hogy nagyon sok helyen ez felhordás, ami baleset veszélyez, de úgy néz ki, hogy nem olyan hülyék ezek a versenyzők, nem az út szélén mennek, az úton mennek. Hát nekem ez a kedvenc pályám. Itt egy kicsit otthon érzem magam. Itt versenyeztem életemben először, pont 50 évvel ezelőtt. A második helyen bő másfél perces hátránnyal Kalapács Zsolt és Kalapács Kornél követte őket. Hát én nagyon jól érzem magam, jók a pályák, jó a hangulat, autó is rendben van. Mondjuk reggel az egy kicsit azért úgy rám ijesztett, hogy le volt fagyva itt az elején, és rögtön az első kilométeren vagy négy autó volt egyből az árokba. Akkor az mi is láttuk, hogy nagyon jó, akkor észre kell menni. Azon túlmentünk, aztán második körben már azért jót lehetett kocsizni. Meg most nem készült el az ötös váltó, négyes váltó, visszakerült az autóba, hát azért a sokat számít. Tehát ez szerintem kilométerenként ilyen 1-2 másodpercet simán. Tehát egyébként is Feri bácsi, ő mindig első, meg utána vagyunk még az elsők. Wittmann Ferenc neve akkor is szóba került, amikor Schner László állt a kamera elé, hiszen a sokszoros bajnokkal két évtizeden keresztül ralizott együtt. 33 év után most mentem először, tehát még nagyon lassan megyek, tehát ennél sokkal gyorsabban kell tudni menni, de szórakozásból megyek. A Wittmann Feri bácsit azt megtanítottam vezetni, én tanítottam meg, most ma saját magamat kell megtanítani újra vezetni. Az autó az hibátlan, a fiúk tökéletesen megcsinálták, nagyon-nagyon sokat dolgoztak rajta. Amikor én azt hittem már, hogy nagyon jó, akkor ők még azt mondták, hogy ez rossz, és szafatokra szedték a féket, a váltót, mindent, és újra összerakták, hogy sokkal jobb legyen. Idáig semmilyen problémák nem volt vele. A 21.01-es Ladával induló Gyenes András, Horváth Levente kettős az autó fékrendszerével, majd az indító motorral bajlódott a nap folyamán. A fékkel rendben van, igen, most már minden. Egy kicsit lelevegősödik ilyenkor mindig, ez egy rutin feladat, meg mindjárt megoldjuk és jó lesz. Az indító motorra koncentrálkozik most már a második gyorsasági óta. Most fogjuk betenni a harmadikat éppen ebből, de remélem, hogy azt utána már nem lesz vele probléma. Nagyon jó minőségű pályákon mehetünk, nagyon híres, nosztalgikus pályák ezek. Jó időt kaptunk hozzá, úgyhogy nagyon élvezzük az elejétől végéig minden kilométerét. Úgy tudom, a kategória 4. helyen állunk, és 9 másodpercre van tőlünk a
előttünk lévő, úgyhogy úgy szeretnénk megfogni, arra van esély még két gyorsági alatt, de ha nem, akkor is úgy fogunk hazamenni, hogy egy jót autóztunk. A Rally 3-ban is közel 500 páros gyűlt össze az orrfői szezonnyitóra, nekik azonban a futam nem 6, csak 4 szakasz teljesítését jelentette. A várakozásoknak megfelelően az élen Zákányi János és Vidész Zsolt állt a Lada 20-15-össel. Hát igazából megpróbáltunk nagyon sietni, de hát aztán reggel nagyon hideg volt a gumi, a gyorsági első egyharmadában még elég kalandos volt. Meg én úgy éreztem, hogy nem teljesen van kihasználva azért ez az autó, sem a motorerő, sem a futómű. Aztán célban nagy legnagyobb meglepetésünkre sikerült megverni a dugót, ami igazából hihetetlen egy kicsit. A második gyorsan technika hiba miatt félreállt. Váltuk is a beíróba, hogy megnézzük gyorsan az idejét, de nem jöttem, már Pallagi Botti jött mögötte, hogy a dugó félreállt. De aztán ahogy láttam, beértek valami 9 perccel, tehát bejöttek, gondolom szuperralliznak tovább. Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. A teszt kategóriában több olyan párossal is lehetett találkozni, akik első osztályú licenszel rendelkeznek, és a számukra szezonnyitónak számító Salgó Rallyra készülnek. Ezt a mezőnyt Kis Istvánék vezették. Hát megöregettem, és a születésnapom tegnap előtt volt, és ennek örömére próbáltam egy ilyet kitalálni, hogyha már ilyen jó szakaszok vannak, akkor igazából már tavaly az 50-re, de most az 51-re sikerült. Így. Itt az ötlet egyáltalán. Új navigátorom, aki egy jó barát. Most van az első bevetése, nagyon-nagyon lelkiismeretesen csinálja, úgyhogy hibáztam minden frankon. Teszteken már vittek másfél-két kilométert, de ez a 15 km-es Árpád-tető, hát ez brutális. Hát ez erővel, fizikálisan, a sisakot tartva, a rengeteg autó van beesve, koszos a pálya, csak meglepetés hátán, tehát a rally tényleg az improvizációról szól. Az a másik pálya, a 70 hely, aminek az eleje kacskaringos, a vége meg tempós, hát az parádi. Ott éjfélig még mennék ötször. Turán Frigyes és Farnadi Ágnes főpróbát tartott, de a bemelegítés előnyt jelenthet számukra a közelgő Salgó Rally előtt. Sok mindent változtattunk az autón, és én azt gondolom, hogy jó irányba mentünk. Sokkal magabiztosabbnak érzem most magam, főleg ez a második kör ugyancsak egy gyorsasági volt, de én azt gondolom, hogy az első szervizbe állítottunk az autón, azok mind jó irányú változtatások voltak. Úgyhogy most nagyon pozitívan érzem magam, és úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk. Ugyancsak a teszt kategóriában szerepelt Tóth Tibor, aki igyekezett tempót diktálni, de Turánékkal nem tudta felvenni a ritmust. Próbálunk gyorsan menni, hát ugye picivel nem tudjuk a versenyt, a lépést tartani, de én úgy gondolom, hogy picit gyorsultunk. Most volt egy kis bizonytalanság, reggel nem jó gumit tettem föl, az én saram. A harmadik kanyarban éreztem, hogy nem mondom, ezt nem jó választás volt. Most viszont föltettük egy másikat, és ezzel sem mentem jobb időt itt Golgotán, hát nem tudom. Talán lehet, hogy jobban féltem már, vagy nem tudom. Hát amikor időm van, akkor megyek minden. Hát a bajnokság igen, meg amilyen versenyek vannak, szeretnénk, hogy élvezzük az autózást. Németh Gábor számára nem csak az esztendő, hanem szinte minden újnak számít. Ezért jól jött számára az orrfűi megmérettetés. Csak az autó volt új, de a navigátor is, úgyhogy szokni kellett az elején mindent, de szerencsére jól működik. Hosszú még az idő, vagy az út, még ezt úgy gondolom, hogy teljes mértéken komfortosan tudom magam érezni benne és kezelni. De nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, és hogy a Salgó Rally előtt tudunk egyet tesztelni. Gyakorlatilag nem is az időket nézzük, mert legfőképpen magunkkal versenyzünk, úgyhogy lépésről lépésre próbálom tanulni ezt az új technikát. Hát bízom benne, hogy azért idővel megszokom. Ranga Péter hazai pályán egy 208-as Peugeot-val állt rajthoz. Az autóval ismerkedés ellenére a jó időeredmények sem maradtak el. Meglepően jó időket tudtunk menni. A kétkerekes kategóriát viszonylag sokkal vezetjük. Az abszolútban még negyedikek vagyunk, oda az R5-ösök közé sikerült befészkelni magunkat, úgyhogy alapvetően minden rendben. A Ford Escort MK2-est még Ráti Gergő is próbálgatta. Éppen ezért számára is hasznos volt az orrfűi tesztverseny. Igazából frissen van összeszerelve az autó, és az első szakaszon még egy kicsit kellett állítani a gátlókon,
Még a másodikon is állítottam, és most a harmadik lett jó. Most meg talán egy kicsit ropogott a motor, és azt meg megoldottuk. Valószínű egy jeladó volt rossz, azt kicseréltük. Kicsit emelkedett az alapjárat, majd most megpróbáljuk, hogy minden rendben van-e. A Rally 3-asok küzdelmét végül Zákányi János és Vidéc Zsolt szerezte meg Ladával. Őket a BMW-s Takács István 2-ös követte, a dobogó harmadik helyén pedig Fábián Lóránt és Kihász László zárt Renault Megánnal. A Rally 2-es szezonnyitón Spindler Jenő és Csizmadia Csaba volt a leggyorsabb a 208-as R2-es Peugeot-val. Őket ifjabb Fogarasi Attila és Tolockó Péter követte a Honda Civic Type-R-rel. Hát nagyon jól éreztük magunkat itt a hétvégén. Azt mondhatom, hogy ezek bitang pályák, a tempó is bitang volt. Ez az Árpád tetői rész, ez nagyon tetszik nekünk, úgyhogy ott nagyon jókat tudtunk menni. Köszönjük a rendezőknek is, nagyon jó verseny volt, én azt mondhatom. A Skoda Feliciával Zsebe Gábor lett a harmadik, a Citroennel Goller Ákos a negyedik, míg az abszolút értékelés ötödik helyén a Rally 2-es mezőnyben a Honda Civickel Gieringer Zoltán és Tímár Tamás zárt. Nagyon jó, összességében azt mondhatom, hogy pozitív volt minden. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehettünk és hogy eljöttünk. Voltak problémáink, mert szervó gondjaink voltak. Két gyorsot mentünk talán szervóval, a maradék négyet szervókormány nélkül. Úgyhogy az én kis testemnek ez nem volt túl előnyös feladat. Eltört a kipufogónk a harmadik gyorson, úgyhogy három gyorsot mentünk több kipufogóval, úgyhogy de minden esetre összességében nagyon elégedettek vagyunk. Célba értünk, ez a fontos, és ez idén még szeretnénk menni, mert ez egy nagy lökete felett. Baksai László összetetben hatodik lett Torfűn, a saját kategóriájában viszont felkapaszkodott a dobogó harmadik fokára. Mindenki élvezte. Így voltak ezzel a historikban célba érkezett egységek is. Nyírfás Juli évek után ült vissza Wirtmann Ferenc mellé. Kettejük munkakapcsolata azonban mit sem kopott. Az első közös versenyüket ismét megnyerték. Hajjaj, bácsisztok! Nem tudom, hallottad, de nagyon jól éreztem magam, és ezúttal is köszönöm Ferinek, hogy beülhettem a jobb egybe ismét. Nem lehet ezt igazából elmondani, de próbálom körvonalazni azzal, hogy ez így egy modern autóhoz képest ez egy akkora feeling, és egy akkora hatalmas adrenalin löket, és mindamellett egy mosolygás egész nap. Lenülsz a földön, rezeg, hangos, igazi versenyautó, ordítasz az autóban, mert annyira feltűzel maga az esemény. Én nagyon jól éreztem magam, remélem Feri is. Az eredményünket nem tudtuk volna jobbat hozni. Mindent beleadtunk, és mindamellett nagyon élveztük. Csukovics István számára is elsősorban az élmény jelentette a fő sikert, de összességében az abszolút hatodik helyezés miatt sem volt csalódott. Szeretek visszajárni Orfűre, minden évben idáig jöttünk, amióta újból versenyzek. Ugye, mivel öreg pilóta vagyok, mondhatom ezt, ezért szerintem elég sűrűn voltam, és szeretem Pécset mindenféleképp, és Orfűt is ugyanúgy. Gerencsér Titi és Gerencsér Bernadetta a Ford Fiestával hetedikként zárta a viadalt. Hát kicsit nosztalgia, mert utolsó Mecsek Rallyn körülbelül 7 évvel ezelőtt mentem, úgyhogy a pályák nagyjából fejbe voltak, csak hát azért látszik, hogy régen mentem itten. Kanyik Antal is várta már ezt a pillanatot, és ha osztályoznia kellene az orfői száguldást, akkor nem lenne kérdés, hogy hányast adna a rendezvényre. Mondom őszintén, hogy annyira, de annyira csillagos ötös volt a szervezés, a rendezés. Elsősorban ugye sokszor kritizáljuk a versenyrendezőket. Nagyon jó volt az időterv, nagyon jók voltak a pályák, nem állt mindenhol trafipax, amelyik csesztett minket. A szervizpartnál rugalmasak voltak, nem vacakoltak, hogy van belépőd, nincs belépőd. Csillagos ötös a rendezőknek, nagy tiszteletem a versenyrendezésükért. Jenes András nagy harcban volt a D2-es géposztályban a negyedik helyért. Erről a végén lecsúsztak, de a versenyző így is pozitív élményekkel zárta az orfűi szezonnyitót. Nagyon jó volt, nagyon küzdelmes volt. A ötödik helyért küzdöttünk, ugye van a negyedik helyért,
és ötödiket lettünk, de nagyon élveztük az egész, tehát az elejétől végéig. Sajnos nem, éve megcsináltuk, de még mindig nem az igazi, úgyhogy megint be kell tolni az autó, de most már ezt a pár száz métert kibírja, majd otthon rendbe hozzuk. Az URB mezőnyében a teszt kategóriában nem volt kérdés az első hely sorsa, hiszen Turán Frigyes és Farnadi Ágnes nagy fölénnyel utasította maga mögé a többi párost. Pont erről beszéltünk az Ágival, hiszen jobb beállítással mentünk, leginkább azokra a pályákra odavaló gumikeverékkel mentünk, és ugyanolyan időt mentünk az elsőn, illetve az Orfűn az utolsó körbe. Én azt gondolom, hogy tudatalatt volt picit visszább lettünk egy pár százalékkal, hiszen ezért koszosabb volt a pálya, és elég sok helyen voltak már autók, amik a pálya mellett álltak. Ez azt jelentett, hogy ugyanolyan időt mentünk, mint mondjuk az első körben, de érzem azt, hogy az autó jobb lett, én magabiztosabb lettem, nyilván óvatosabban jöttünk. Alapvetően azt nem szerettem volna elfelejteni, hogy ez egy tesztverseny, és én azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztünk így, hiszen az autó sérülésmentes, meg tudtuk nyerni a gyorságikat, mindegyiket, ami meg lett tartva. Tóth Tibor és Szabó József lett a második, akik bő másfél perces hátránnyal követték Turánékat. Így nem nézem az időt, hogy hogy állunk, hol állunk, hogy arra figyek, most be, hogy bejöjjön valaki elém, vagy hogy tudom utolérni, hanem ugye magunkhoz képest próbáljuk gyorsulni, nagyon nem sikerült. És nem tudom az okát, hogy mi az oka, úgy érzésre minden jobb volt, hú de klassz, hú de jó, és akkor nézem, most is hárommal rosszabbat jöttünk, nem értem, nem tudom. Ráti Gergő navigátora, Gerebic Márk is élvezte az egész napos száguldást, hiszen a hazai szinten ismert és elismert hegyi szakaszokon élmény a versenyzés. Élveztük nagyon, nagyon jó ez a két, hát ez a híres két hegyi szakasz itt Pécsen. Itt is nőttünk fel, sokat jártunk erre, tényleg élveztük. Jó is volt, az autó is jó volt, teszteni jöttünk, be tudtuk állítani, stabilis, úgyhogy készülünk a jövőre. A Rally 4-es 208-as Peugeot-nak is szüksége volt erre a napra. A beállítások és a gumik szempontjából is okosabbak lettek Merencsics Árpádék, ezért hasznos volt számukra a déli tesztverseny. Nagyon jó, tehát ide pontosan azért jöttünk, hogy teszteljük az autót, a beállításokat, a gumit, az autót, magunkat, de úgy gondolom, hogy egy teljesen jó hétvégét zártunk összességében. Összecsiszolódtunk egymással, a Dinával, az autóval, úgyhogy ez egy nagyon jó kezdése az évnek. Én úgy gondolom, aztán folytatjuk majd a Mitropába valószínűleg az idény hátralévő részébe. Én úgy gondolom, hogy vele. Egy picit még biztos, hogy hozzá kell szoknom ehhez az autóhoz, mert nagyon gyors, és magamat kéne még kicsit fejleszteni ahhoz, hogy tényleg gyorsan tudjunk vele menni.